egy királyi portréról van szó, tehát mindenképpen az arisztokratikus hűvösség, ez egy elvárás. Egy 9 éves kislány, aki hozzáment egy 14 éves fiúhoz. Stuart Mária Henrietta, akinek esküvői portréja a Szépművészeti Múzeumban látható, nem egyedülálló eset a történelemben. A gyermekházasság mindennapos volt arisztokrata körökben. Mai fejjel gondolkodva nagyon meghökkentő az apropója ennek a portrénak, mert hogy ez a mindössze 9 éves kislány készfogója alkalmából készült. 1641 tavaszán Mária Henriettát feleségül adták II. Vilmos orániai herceghez. Nyilvánvalóan politikai érdekek, indokok húzódnak a háttérben. A képfestője Antonis van Dyck 1632-től szolgált portréfestőként első Károly udvarában, ahol reprezentációs célból megfestette a királyi család tagjait, köztük több alkalommal Mária Henriettát is. A tekintetében felfedezhetünk némi igazi érzelmet is. A szempár egy picit azért a kétségbeesettségről árulkodik. Mária Henrietta édesanyja, aki francia földről érkezett, nagy hatással volt a londoni udvar divatvilágára, mintegy megújította azt, ez pedig visszaköszön ezen a festményen is. Egy csodálatos korálszínű ruhában áll előttünk. Van Dyckra mindig is jellemző volt, hogy a különböző matériákat, a textíliák tapintható minőségét érzékeltetni tudtam. Mindez a finomság és egészen lágy ecsetkezelés jellemezte az ő munkásságát. Habár a festmény szemlélve talán nem vesszük észre, de a korabeli portréfestészetnek is megvoltak a maga trükkjei. Ami elvárás volt, hogy az arc, illetve a kéz, az mindenképpen élő modell után készül. A ruhákat gyakorta megkapták, és akár bábura felakasztva, ugye a fényárnyék játék, a tapinthatóság érzékeltetése véget, hosszabb időt vett igénybe, nem volt elvárás a modelltől, hogy mindezt kivárja. Szembetűnő, hogy egészen hosszú kézújakat varázsol neki Van Dyck. Ezzel is inkább azt akarta érzékeltetni, ezt az eleganciát, ezt a kecsességet, ami már ehhez a szerephez tartozott. Az ecsetkezelés szempontjából érdekesség, hogy a haj és a kezek körül látni lehet Van Dyck pentimentóit, ami saját kezű javításokat jelent. Ez volt a festőművész egyik utolsó alkotása. 1641-ben hunyt el Antonis van Dyck, és az, amit ő az angliai tartózkodása alatt, mint portré típusok kifejlesztett, ezek mindvégig több évszázadon keresztül fennmaradtak a helyi arisztokráciát megörökítő festészetben.